Na hát, üdvözlök mindenkit, sziasztok, én Ervóvok. És, srácok, jött egy csomag, amit utólagosan rendeltem, ilyet már sajnos ti nem bírtok zsíruljon rendelni, maximum eBay, Wish, Vatera, vagy Amazon, vagy ilyeneken tudtok hozzájutni, vagy automatikusan használtan. Én sajnos csak használtan tudtam hozzájutni. Srácok, ebben a dobozban egy új alaplap van, mert ugyebár az előző valamelyik videóban elmondtam, hogy a gépem alaplap bajos, mert van egy videókártya, amit nem akar befogadni az alaplap. Viszont a videókártyáról is jön majd egy unboxing, és akkor srácok, lassan, de lassan srácok összeér a gépkonfig, és srácok így lassan nyomathatjuk az erősebbnél erősebb gémeket is. Na de akkor szerintem csomagoljuk ki. Mondjuk elég igényesen van bedobozolva, szóval szerintem megfordítjuk. Hát ez jó hangzott. És szerintem ehhez a csomaghoz a leggyorsabban itt fogunk tudni hozzájutni, hogyha így bontjuk ki. És srácok, ez egy Asus Z77A alaplap, ami gondolom HD, és akkor itt van, hogy HDMI és DVI foglalat van rajta. Ez egy LG 1155-ös alaplap, és akkor Intel processzor tud befogadni, és Intel chip van benne, és a Z77-es chip van benne, hogy látom. És itt van a hátulján a gyönyörű, szép sok betű, és írás, meg minden más. Hát konkrétan ennyi minden van benne, hát nem fog tükröződni, és oda zoom-mal. Most állítsátok meg, srácok, a videót, és akkor ezek a foglalatok és dolgok vannak benne. De röviden szerintem el is fogom majd gyorsítva mondani, hogy mi van benne. Röviden annyi, hogy LG A1155, akkor Intel Core 3, akkor 2, i7, i5, i3 kompatibilis, akkor igen, ezt elmondtam. Memória, 4 memória foglalatunk van, magyarán a RAM, akkor befogad maximum 32 GB RAM-ot, DDR3, 2400-at, akkor 2200 OC-t, 2130-at, 2000, értitek, mi az 133-at, és akkor mi az 1866, 1600, 1335, és 1066 MHz-et is. Igen, akkor rajta lévő csatlakozók, ezek most nem annyira lényegesek. A VGA rajta lévő bemenetelek az a multi VGA, akkor a HDMI, a DVI, meg az RGB port, magyarán a DVI RGB, tudjátok, ami színtadát és hangot, azt hiszem pont nem ad, tehát nem vagyok annyira jó benne ezekben a DVI, HDMI, meg az ilyenekben. Azt tudom, hogy az egyik digitális, a másik analóg kábel. Na mindegy, folytassuk is. Van kettő AT, mi? Igen. Meg 4, 3 GB-es. Ja, gondolom ezek a merev lemez csatlakozók lesznek. USB, itt van, hogy 4 USB 3.0 per 2 pontos portunk van, és van 8x 2.1.1-es USB pontunk és portunk is. LAN van rajta, LAN kábel, és az is Gigabyte LAN kártya van benne, audio, és akkor benne van egy audio kártya is építve. Jó, akkor szerintem ne is habozunk tovább, és nyissuk ki ezt a kis dobozkát, ezt lenne benne egy rohadt alma. És nem, benne van. Ebben mi van? Aha! Megvan a hátuljához tartozó. Srácok, hogyha alaplapról van nálam szó,
én ezt a hátuljára soha nem bírtam fölrakni. A mostani gépem azt vásároltam, szóval azon rajta van. Viszont eddig a gépeimhez, ami alaplapot vettem, vagy szerváltam, vagy volt hozzá, soha az életben nem bírtam ezt rárakni. Ne kérdezzétek, hogy miért nem. Nem bírtam. És tudom, hogy nagyon egyszerű, csak fölpattintod és kész rajta van. Mindegy, nézzük meg először a kisebb dobozkákat, hogy ez, ja, ez nem így jön ki. Jó, akkor ezt az egészet így ki kéne szedni. Valahogy szépen kicumbantjuk. Oh, mennyire nagy. Ja, és nem mondtam, hogy ez egy sima ATX-es alaplap. Szóval akinek mikro ATX-es gépháza van, mint például most nekem, szóval kell még egy gépházat is vennem. Szóval így igen. Itt vannak a dugajok. Gyere ki. Ez az a kábel, amit szerintem én nem fogok használni. Ja nem, ezek a merevlemezekhez való. Ja, az. Na, akkor szerintem ez kb. Ennyi is van a csomagban. Ja, itt is van egy kis csomagolás. Ja, hogy alaplap, ezt most félre rakjuk ide. Nem tudom, látszódik ám bizony. Már az enyém kb. A fele az én alaplapomnak áll, hogy így ekkora mostani alaplapom, ez meg egy sima ATX-es, az enyém meg mikro ATX-es. Itt van a telepítő lemez, egy 4 km hosszú leírás, amit biztos, hogy nem akarok elolvasni. Itt van egy, ez nem tudom mi lehet szerintem. És van rajta magyar! Van rajta magyar nyelv. Vagy benne, nem rajta benne, bocsánat. Na jó, szerintem akkor nézzük is meg ezt. Szerintem én most ezt a kajlantyús részét nem fogom piszkálgatni. Ja, itt írja, hogy itt vannak ez a kettő a 6 GB-os, mennyire van benne, semennyire gondoltam. Ez a kettő a 6 GB per szekes, ez pedig a 3 GB per szekes merevlemezek. Akkor itt van a videókártya, ez konkrétan két videókártyát képes befogadni, ami rohadt jó. És mondjuk ehhez már sokkal jobban hozzá tudok férni, ami nem is annyira jó. És hogy látom, és látsz, az a lentit használta, nem is a fentit. De miért? Szerintem amúgy ugyanaz, és nincsen gond vele. Na jó, nézzük, akkor itt vannak a csatlakozók, srácok. Ugyebár azt írta a cucc, a dobozka, 1, 2, 3, 4. És van még 2, amott meg 4 volt föltüntetve. Itt vannak a hangok, ez az audio részlet, itt a LAN, akkor itt a DVI, DASM, itt a VGA, HDMI, és itt van a, hogy hívják, PS csatlakozó, igen, ezek a PS csatlakozók. Na, akkor srácok, körülbelül ennyi lenne ez a kisebb alaplap, ami nem is kicsi, vissza is rakom a csomagjába, mert ezt addig nem bírom összerakni, amíg nem jött meg a számítógépház. A gépházról még nem tudtok semmit, én se tudok még semmit, mert nem tudom, miért rendeljek még. Szóval, ja, ez is kihúzva akkor a bakancslistáról. Videókártya pipa, arra is várhatom majd egy közelgő unboxing, és onnantól már jön majd a gépházról is egy unboxing, és utána, hát az összerakásról azt nem biztos, hogy lesz unboxing az összerakásról, viszont az biztos, hogy az összeszerelés után a következő videó, sőt nem is lehet, hogy videó, lehet, hogy live keretén belül nyomatunk valami jót. Láttam, sokan írtátok, hogy Mester MC, meg MC, meg Legendary, meg ilyenek, hogy játszunk. Az a baj, hogy mostában nagyon-nagyon sokat dolgozok, és alig van időm játszani, szóval ne haragudjatok, srácok, ezt nézzétek el nekem. Nagyon kevés időm van játszani. És ja, valamelyik nap is, azt hiszem tegnap bekapcsoltam a gépet, olyan, nem tudom, ilyen 5 óra környékén, mert 4-kor érek haza a munkából. Reggel ilyen 7-re kell bemennem. Ja, valahogy így, és akkor 4-re hazaértem, bekapcsoltam a gépet, meg minden. Azt este ilyen 9:30-tájt ki is kapcsoltam, úgyhogy nem ültem oda.
Teljesen elszoktam a géptől, nagyon sokat dolgozok, szóval ne haragudjatok, srácok, el vagyok csúszva nagyon, de ígérem, hogy ez a kombó meg lesz, alaplap van, videokártya van, sőt a videokártyát már előzetesbe ide is rakom az alaplap mellé, és utána már csak a gépházra kell várnunk, és srácok, akkor alaplap ide, gyere vissza, és a videokártyám pedig ide. Srácok, én ezt a videokártyát választottam, akinek esetleg ilyen alaplapja, vagy esetleg ilyen videokártyája, sőt, mind a kettő megvan esetleg most, vagy volt, az nyugodtan írja le nekem kommentbe, én örömmel fogom olvasni. Ha bármi kérdésetek van, srácok, akkor nyugodtan írjatok nekem kommenteket. Ne felejtsetek el dobni erre a videóra egy lájkot, várjátok akkor a következőt, és ne felejtsetek el feliratkozni, a kis harangot belőni. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, én Ervo voltam, sziasztok!